Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Halasi tükör, a városi heti lap. Megújult a tükör, címlapon a heti tartalomjegyzék. Pluszok a mínuszban, az extrém hidegben jobban odafigyelnek a külterületen élőkre. Nincs akadály, Schütz Martin megvalósította álmait. Különleges karrier, dr. Hátót István Kiskunhalasról a Moszkvai Egyetemi Katedráig jutott. Halasi tükör, keresse szerdánként a szokott helyen. A Donkanyar áldozataira emlékeztek, legalább 130 ezer ember vesztette életét a fronton és a munkatáborokban. Letörte a sorompót, majd elhajtott, tavaly 10 ilyen eset volt a térségben. Tilos a jégre menni, a vízügyi hatóság rendelte el a tilalmat. Lopnak, közben megveszi őket a kamera, hamarosan újabb térfigyelők pásztázzák majd a halasi utcákat. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió csütörtök esti hír összefoglalóját látják. A Donkanyar áldozataira emlékeztek. 74 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a II. Magyar Hadsereg megfelelő felszerelés és ellátmány nélküli katonáit elsöprő erejű támadás érte a Donkanyarban. Rájuk emlékeztek ma kora este a Hősök terén a II. Világháborús emlékműnél, valamint a Közösségek házában. Kiskunhalasi elesettjei is vannak a Doni áttörésnek, rájuk is emlékeztek ma a Hősök terén. A II. Világháborús emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait Kiskunhalas önkormányzatának képviselői, civil és politikai szervezetek, valamint a közintézmények delegáltjai és magánemberek. A városi ünnepség a Közösségek házában folytatódott, ahol a Bibó István gimnázium tanulói felelevenítették azt, hogy 1943. január 12-én a II. Magyar Hadsereg megfelelő felszerelés és ellátmány nélküli katonái hatalmas szovjet túlerővel szemben harcoltak a Donkanyarban. Sokan elestek az ütközetekben, megfagytak, néhány haltak vagy hadifogságba estek. 1943. január 12-e. A már hetek óta a német és magyar hadvezetés által is feltételezett szovjet offenzíva az Urvi hídfőből indult meg. Az első felderítő akciónak szánt támadás eredményeit a front mögött hatalmas szovjet erők vártak készenlétben. A rosszul felszerelt és létszámban is elégtelen magyar csapatok ellen a Vörös Hadsereg már az első napon 6-10 kilométert nyomult előre. A mindennapok kérdése lett, hogy támadnak-e az oroszok, és ha igen, mikor. A parancsok egyre másra érkeztek. Megerősíteni az állásokat, felkészülni egy esetleges szovjet támadás visszaverésére. A mínusz 30 fokban fázó didergő katonák iszonyatos körülmények között harcoltak a túlerővel. Az offenzíva előtt elhatalmasodott a félelem rajtuk, vészes csendült a frontvonalra. Hozzávetőlegesen 130 ezerre tehető a II. Magyar Hadsereg csaknem egy éves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma. 1943. január 13-a. Az első támadás sikereit látva, a szovjet parancsnokság a fő offenzíva megindítását előrehozva támadásra vezényelte az összevont főerőket. A magyar frontszakasz mögött tartalékként elhelyezett Krámer hadtest bevetéséről ugyan döntés született, de a hadtestet csak részlegesen vetették be, így keveset segített a bekerítéstől fenyegetett csapatoknak. 1943. január 14-e. A II. Magyar Hadsereg egységei az elkeseredett védekezés ellenére is elvesztették egymással a kapcsolatot. A harmadik hadtest az Úrivi hídfő északi oldalán rekedt. Az átkaroló szovjet hadmozdulatok miatt a legtöbb magyar hadsereg visszavonulni kényszerült. A történészek szerint nem lehet pontosan tudni, hogy a sebesülten hazatérők közül hányan haltak meg itthon, mint ahogy azt sem, hogy a 27-28 ezer hadifogolyból hányan tértek haza.
értük is szólt a bakanóta a Bibó kórus előadásában. Domkanyarban áll egy szomorú fűzfa, magyar baka halva fekszik alatta, bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, oda-haza magyar lányok siratják. Bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, oda-haza magyar lányok siratják. Az emlékműsor keretében nyílt egy kiállítás is a Közösségek házában. Ott Hurton Zsolt makettjeit láthatja a közönség. A közel 150 harckocsi, tank, katonai teherautó több mint másfél évtizedes gyűjtő szenvedély és munka eredménye. A tárlaton nem csak a II. Világháború idejéből való harci eszközöket láthatnak az érdeklődők, hanem a magyar honvédség elmúlt évtizedeinek jellegzetes járműveit is élethűen készítette el a kiállító. Az 56-os emlékbizottság szervezésében holnap 16 órától lesz egy megemlékezés Nagyszeder István szobránál. Január 13-án lesz 60 esztendeje annak, hogy Kiskunhalas történetének legnagyobb jótékonysági adománya elindult rendeltetési helyére. A 16 dugig pakolt vagon Pest Erzsébetig ment, ott 800 nélkülöző embernek jelentett fél éves ellátmányt. A megemlékezésen beszédet mond Pajor Kálmán, az 56-os emlékbizottság elnöke. Tilos a jégre menni. Az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság jégre lépési tilalmat rendelt el a felügyeletük alá tartozó vízfelületeken. A tilalomról táblák figyelmeztetik majd a lakosságot. A rendelkezés szerint a folyóvizeken, mellékágakon, holtágakon és tavakon sem lehet csúszkálni, korcsolyázni. A Sóston és a Vadkerti tón is volt már olyan eset, amikor a korcsolyázók alatt beszakadt a jég. A Sóston legalább 20 cm vastag a jégréteg, ám a jelenlegi tilalom erre a felületre is vonatkozik. A Dongéri csatorna jegére sem ajánlatos rálépni, mert ott az áramlatok miatt változó lehet a vastagság. Hasonló a helyzet a volt Jókai utcai hulladék lerakó helyén kialakult tónál is. Ott sem szabad a jégre menni. Tavaly 10 sorompotörés történt a Halasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, és már idén is volt egy eset pár nappal ezelőtt, január 6-án. A vasútársaság már pótolta a sérült sorompót, de az eset még tisztázásra vár. Így néz ki, amikor egy jármű elvisz egy sorompót. Valami hasonló történhetett a minap Halason is, a Szegedi úti vasúti átjárónál. A helyszínen már csak a törött lámpa darabjai láthatók. A vasúttársaság helyreállította a megrongált félsorompót, a rendőrség pedig keresi a szemtanúkat a helyzet tisztázására. Január 6-án ennél a vasúti átjárónál egy ismeretlen, valószínűleg személygépkocsi letörte a félsorompónak a rúdját, és ehhez kérünk segítséget, aki az adott időben esetleg erre autózott, közlekedett és látta a balesetet, hívjon bennünket. Nagyon fontos, hogy ezek a sorompó rudak felszerelve legyenek, hiszen megváltoztak az út és a látási viszonyok, és nagyon fontos az, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni a gépjárművezetők, és nagyon fontos az, hogy természetesen a világítás mellett lássák azt is, hogy leengedték a sorompót. Nem ritkák a sorompótörések Kiskolas térségében. A Halasi Rendőrkapitányság illetékességi területén tavaly 10 ilyen eset volt. Az elkövetők több mint felének sikerült megállapítani a kilétét. A vasúttársaság képviselője is arról számolt be, hogy bizony néha veszélybe kerülnek a sorompók. Bás-Kiskun megye területén 35 esetben történt sorompó rongálás. Kiskolas térségében konkrétan 5 esemény következett be, illetve egy esemény történt ugyanennél a sorompónál, méghozzá tavaly december 10-én. A legtöbb esetben ezt a figyelmetlenség okozza, és sok esetben a helyszínt is elhagyják az elkövetők, nem igazán foglalkoznak az esettel. Nagyon sok alkalommal a mozdonyvezetők jelentik az érdekelt szakszolgálat részére az ilyen jellegű rongálásokat. Alapvetően azt tudnunk el, hogy a sorompó rongálások a KRESZ szabályainak megszegése, illetve figyelmetlen közlekedés miatt következnek be. Tudnunk el, hogy a sorompó csapórúdja ez esetben egy kiegészítő jelzés, tehát ettől függetlenül a fénysorompó készülékén látható jelzés alapján kell közlekedniük az autósoknak. Természetesen ez ettől függetlenül azért problémát okoz, ugyanis a műszerészeknek ezeket a hibákat helyre kell állítaniuk.
és természetesen a lehető legrövidebb időn belül meg kell javítaniuk a fénysorompó készülékét. A rendőrség azt kéri, ha valaki sorompótörést lát, vagy akár maga okozta azt, jelentse az esetet. Azt kérjük az állampolgároktól, hogy ha valaki esetleg megrongálja akaratán kívül a félsorompót, akkor hívjon bennünket, és inkább önként vallja be, hiszen ezzel embertársainak a biztonságát segíti elő. A rendőrség és a vasút biztonsági szakemberek a tavaly évben többször is tartottak figyelemfelhívó akciókat a térség vasúti átjáróinál. Szóban és szórólapokkal tájékoztatták a sofőröket a szabályokról és a helyes átkelésről. A tervek szerint ezek az akciók idén is folytatódnak. Vannak, akik nem is gondolják, hogy lopás közben felveszi őket a kamera. Kiskunhalason tucatnyi helyen működik köztéri kamerarendszer. Ezek már sok esetben lebuktattak tolvajokat, autófeltörőket. Mostanában a kerékpárokat lopják leginkább. Legutóbb a Kertvárosban vittek el egy lezáratlant. Sajnálatos módon lezáratlanul hagyott kerékpárt eltulajdonítja. A sértettünk sajnos rajta hagyta még a táskáit is, a benne lévő értékeivel együtt. És mindenki a saját kerékpárjával készül hazafelé a bevásárlás után, fölül az elkövetőnk és távozik a helyszínről. Egy lopás a sok közül, itt is jó minőségű felvételek vannak a tolvajról. Tartott Zsolt, a Halasi Kapitányság közrendvédelmi vezetője úgy gondolja, jó, hogy ezek a kamerák pásztázzák a közterületeket. A kamerarendszer 2016. szeptember hónapban történt beüzemelése óta 22 esetben rögzített bűncselekménnyel kapcsolatos felvételket a köztéri rendszer. Ebből 16 esetben segítséget nyújtott nekünk az elkövető felderítésében. Itt túlnyomóan tulajdonállami bűncselekmények, illetve szabálysértések felderítését segítette, de volt olyan eset, amikor közlekedési szabálysértések felderítésében nyújtott segítséget részünkre. Pótolja a kollégáim közterületi jelenlétét egészen biztos, segít bennünket a felderítésben, illetve én úgy gondolom, hogy nagyon nagy megelőző hatása is van a kamerarendszernek azáltal, hogy aki bűncselekmény elkövetésére adná fejét, valószínűleg ilyen helyen nem fogja ezt megtenni, amikor tudomása van róla, hogy a mozdulatait kamerák figyelik. Az önkormányzati rendészetnél van a diszpécser központ. Víg Tibor csoportvezető nap mint nap látja, hogy bizony mi is sokszor megkönnyítjük a tolvajok dolgát. Gépjárműveket nyitva hagynak, előfordult már ilyen is. Én felhívnám a figyelmet arra, hogy a kamerarendszer nem óvja meg a tulajdonosokat attól, hogy a kerékpárjaikat el ne lopják, el ne vigyék. Ez mindig népszerű a bűnelkövetők körében, úgyhogy én javasolnám, hogy minél többen vásároljanak kerékpárzárat és vigyázzanak az eszközeikre. Vannak, akik nem is sejtik, hogy miközben lopnak, azt rögzíti a kamera. Több esetben nem voltak tudatában, illetve azt gondolták, hogy nem tudja, nem képes őket felvenni a kamera. Miután szembesítettük a felvételekkel őket, nyilvánvalóan, hogy együttműködőbbé váltak és jobban emlékeztek a történtekre. Halas központját ezekben a pillanatokban is több kamera pásztázza. A város területén tucatnyi más helyszínen hasonló berendezések nézik, figyelik a közterületeket. Egy pályázati sikernek köszönhetően újabb 66 millió forintot költhet a város összesen 20 helyen, 60 berendezés telepítésére. Ezek szerint tehát elmondható, hogy Kiskunhalas ezentúl még jobban megfigyelt város lesz. Az országban már itt van az influenza, de a térségben, sőt az egész megyében még kevés a megbetegedés, így itt járvány sincs. Hogy megelőzzük a tömeges megbetegedéseket, még nincs késő kérni az influenza elleni védőoltásokat, kaptuk a tájékoztatást a helyi ANTS-től. A védőoltásokért a házi orvosokat kell keresni. A térségbe tavaly ősszel 13 ezer adag vakcina érkezett, ebből még van rendelkezésre álló oltóanyag. A térítésmentes oltást ugyanazok kaphatják, mint akik az előző években, így például a 60 éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül, a krónikus betegek és a várandós vagy éppen babát tervező nők. Az injekció beadása után 10-14 nap kell a védettség kialakulásához. Akiknek nem jár térítésmentes vakcina, a patikákban juthatnak az influenza elleni oltóanyaghoz. Ingyenes tájékoztató a gazdáknak. Január 23-ától folytatódik a 18 esztendeje tartó Halasi téli gazdaesték sorozata Gazdakör és a Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium szervezésében.
A Tekó Majsai úti tantermében várják a gazdálkodókat, termelőket. Az 5 héten át hétfőnként 17 órakor kezdődő előadásokon szó lesz a talaj- és növényvédelemről, az aktuális jogi szabályozásokról, változásokról, valamint a különböző mezőgazdasági hitelek lehetőségeiről is. A szervezők azt kérik, hogy akinek van úgynevezett zöld könyve, az már az első előadásra vigye magával, mert így lehetőség lesz a meghosszabbításukra. A helyszínen falugazdászok és agrár szakemberek is ingyenes szaktanácsadással várják a közelgő tavaszi munkákra készülő gazdákat. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. A Donkanyar áldozataira emlékeztek, legalább 130 ezer ember vesztette életét a fronton és a munkatáborokban. Letörte a sorompót, majd elhajtott, tavaly 10 ilyen eset volt a térségben. Tilos a jégre menni, a vízügyi hatóság rendelte el a tilalmat. Lopnak, közben megveszi őket a kamera, hamarosan újabb térfigyelők pásztázzák majd a Halasi utcákat. Arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Az időjárási előrejelzést követően egy zeneiskolai koncertről mutatunk egy 8 perces részletet. 7:30-kor kezdődik a Kultúrkép magazin. Fehér Erika már itt van a stúdióban. Szia Erika, mi lesz a mai téma? Szia, köszöntöm a kedves nézőket! Hát a mai műsorban elsősorban a zene és a gyűjtő szenvedély játsza majd a főszerepet. Rákász Gergely, a népszerű orgona művész arról beszélt nekünk, hogy milyen a viszonya Mozarttal. A diszkó királynő Szűcs Judit pedig megnézte azt a kiállítást, amit az énekesnő hanghordozóiból gyűjtött össze kollégánk Pál László. Hurtony Zsolt pedig a harcászati eszközök makettjeit gyűjti. Ez a kiállítás, mint ahogy a híradóban is elhangzott, már ma délután nyílt meg a Doni áttörés emléknapja alkalmából. Beszélgetni is erről a második világháborús évfordulóról fogunk itt az adásban. A lapozgató rovatból pedig kiderül, hogy abban a kevés szabad idejében mit olvas egy újságíró. Ez mai kínálatunk, én 7:30-tól számítok a figyelmükre. Erika, köszönöm szépen, gazdag a Kultúrkép mai kínálata. Arra kérem önöket, hogy holnap este 7 órakor ismételten válasszák a Halas Televíziót, hiszen akkor kezdődik a legfrissebb hírösszefoglalónk. Viszontlátásra!